Sziasztok, én Keresztesi László vagyok, és a mai nap igen jelentős a koronavírus elleni védekezés szempontjából. Ugye ma 8 órakor lép életbe az első kijárási tilalom, tehát amikor már 8-ra kell hazaérni. És úgy gondoltam, hogy készítek egy rövid videót, és 8 óráig körbejárom Budapest fő közlekedési csomópontjait, hogy megnézem, hogy ahogy közeledünk a 8 órához, mennyire változik a forgalom, és mennyivel csökken az embereknek a létszáma. Most mindjárt 17 óra 30 van, és a Puskás Ferenc stadionnál vagyok. Az első tapasztalatom az, hogy már érezhetően kevesebb ember van az utcán. Nyilván ez lehet, hogy már köze van ahhoz is, hogy átálltak a digitális oktatásra a középiskolákba és a egyetemeken. Épp a Keletinél vagyok, és nem mondanám azt, hogy tolonganak az emberek, pedig én azt gondolnám, hogy ilyenkor még viszonylag sokan vannak, mert akik az agglomerációban laknak, sokszor ugye vonattal mennek haza. Úgy látom, hogy 7 óráig vannak kiírva az induló vonatok. Nem tudom, hogy 8 órakor leállítják a közlekedést, vagy hogy pontosan mi a rendelet. Blaha Lujza tér, még 2 óra van a kijárási tilalomig, és a rendőrök nem tudom, hogy most intézkednek, vagy csak tájékoztatást adnak, eléggé folyik a diskurzus, úgyhogy biztos sok embernek ez így kérdés, vagy rengeteg kérdése van, hogy mi fog történni 8 után, vagy mik a szabályok. A Rákóczi úton azt kell, hogy mondjam, hogy eléggé élénk a forgalom mindkét irányba, tehát befelé a belvárosba, illetve kifelé a keleti felé, sokkal élénkebb a forgalom, mint a Hungáriánál, a stadionoknál. Annó tavasszal tettem egy kísérletet, és megnéztem a romkocsma negyedet. Hát most is itt vagyok, és vannak emberek az utcán, de ugye szerintem mindenki hazafelé igyekszik. A romkocsmák azok nincsenek nyitva, kisebb bárok, meg ilyen kajáldák azok még igen. És itt vagyok a Szimplánál, és hát kakuk van neki. Nem, szerintem most nem látszik ebből semmi. Az a lényeg, hogy a kocsmák azok be vannak zárva. Itt szemben van egy kajálda, itt elvileg nyitva van, de nem nagyon vannak már emberek. Úgyhogy ez a Kazinczy utca valamikor 4/7 magasságába. Óra 45, oktogon, továbbra is élénk a forgalom a Terész körúton. Az Andrássy már sokkal kevesebb az autós forgalom, mint a körúton. És a villamos megállóban is még azért akadnak emberek. Hát őszinte leszek, nem mondanám meg, hogy körülbelül 75 perc múlva már mindenkinek otthon kell lenni, eléggé élénk a forgalom. Óra van, és ez egy fontos időpont, mert elvileg most már be kell zárni a boltoknak, és a mögöttem lévő Libribe is, hát már nincs bent senki. Kíváncsiságból megnéztem, vagy megnézem a Budapest térképét, hogy mi a helyzet forgalom szempontjából. Hát vannak még piros és sötét
piros területek, például itt a nyugati pályaudvarnál, de nagyjából most már kezd kizöldülni Budapest. Úgyhogy csökken a forgalom, még egy óra van a kijárási tilalomig, és most már én is elindulok lassan hazafelé, mert még nettó fél óra biciklivel a hazaút, és még szeretnék egy-két helyen megállni. Óra 30 van, és itt vagyok a Hősök terén. Hát nem úgy tűnik, hogy mintha egy fél órán belül kijárási tilalmat rendelnének el. Az autók azért szép számmal közlekednek. Kisebb már a forgalom, ugye ez már látszik, meg érezhető, de még azért bőven vannak sokan az utakon. A West Endnél találkoztam egy fotóssal, egy újságnak fotózott, és ő például azt mondta, hogy ő elvileg kint lehet 8 után, ugye van ilyen sajtóigazolványa, de a mai napon még nem várható büntetés, meg olyan nagy szigor, tehát még rendőröket se nagyon láttam kint az utcán, meg ugye katonákat se. Ez hát mondjuk úgy, ez a tesztnap, hogy lehet, hogy még a mai nap csak figyelmeztetnek, hogy mindenki térjen haza. Én is lassan már elindulok hazafelé, van még fél óra. Óra 45 perc van, még 15 perc van a kijárási tilalomig. Épp a Kacsó-Pongrácz útnál vagyok. Ugye itt megy a Hungária. Az Árpád híd felé elég erős a forgalom, viszont befelé az Zugló vasútállomás felé már sokkal gyérebb. Megnéztem megint a térképet, és Budapest kizöldült, tehát alig található valahol piros vagy ilyen sárga útszakasz jelölése, teljesen zöld Budapest, ugye már mindenki otthon van, és ami most már feltűnt, hogy ha már autós forgalom van, itt már gyalogossal nem találkoztam, 10 perce vagyok itt kb. És egyetlen egy gyalogos sem ment el mellettem, ugye itt van egy villamos megálló, és nem szállt le senki, a villamoson még voltak, úgyhogy elérkeztük az utolsó percekhez, én megteszem az utolsó 1 kilométert hazafelé, hogy még időben hazaérjek. Elérkeztünk az utolsó percekhez, 19 óra 58 van, úgyhogy még nem szektem meg a kijárási tilalmat. Hát őszinte leszek, én azt hittem, hogy sokkal apokaliptikusabb lesz itt minden, azért még vannak itt az utcán emberek, de már nagyon-nagyon kevesen, és ugye már mindenki hazafelé tart. Akiket láttam, azok inkább kutyát sétáltottak, de ott is ketten, úgyhogy elvileg nem lehetne. És még most is itt a villamoson is azért még bőven akadnak emberek, úgyhogy ők nem fognak hazaérni este 8-ra. Na mindegy, ez a videó ennyi lett volna. Mondom, én egy kicsit nagyobb szenzációra számítottam, ha lehet így fogalmazni. Azt hittem, hogy sokkal kihaltabb lesz a város, de hát ez így sikerült. Jövök még hasonló tartalommal, hogyha esetleg szigorodnának az intézkedések. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Néhány nap múlva jövök egy újabb videóval. Sziasztok!